2018-ban kezdtem el úszni, a testvérem miatt aszmás volt, és az orvosok azt javasolták neki, hogy kezdjen el úszni, mert segíteni fog neki. És amikor elmentem az egyik edzésére, akkor láttam, hogy a sikeres gyerekek lufit kapnak edzés után, úgyhogy én is szerettem volna kapni, ezért elkezdtem úszni. Az azért fontos az életemben, mert ez mutatta meg, hogy ki vagyok, és önbizalmat adott, amikor a vízben lehettem. Keresem azokat az embereket, akiknek azonos a célja, mint nekem, és akkor tudjuk kölcsönösen motiválni egymást. Ami a csövön kifér, jó? Nyomjuk! Őszinte az egyetlen, akinek úgy igazán meg akarom mutatni, hogy mire vagyok képes. Próbálom kizárni azokat a tényezőket, amiket én nem tudok befolyásolni, mint például azt is, hogy a parasportolók sokkal kevesebb figyelmet kapnak, mint az e-sportolók. De ez egy inspiráció arra, hogy még keményebben edzek, és hajtsak minden nap. Szerintem minden sportoló arra vágyik, hogy a dobogó legfelső fokára álljon. Ez velem is így van, de nem tudom, hogy erre képes vagyok-e. Úgy érzem, hogy már egy döntő is elég lenne. A sport arra tanított meg, hogy kitartó legyek, hiszen mindig megvan az eredménye, hogyha nem is akkor, amikor én szeretném, csak kicsivel később, de mindig meghozza a gyümölcsét. A nagyobb sikeremet az életben a 2016-as paralimpián szerzett érmem jelenti nekem. Az addig vezető út miatt, hiszen nagyon sok munka volt benne, és kitartással járt ez az egész. Szeretném kihozni magamból a maximumot, nem csak az úszásban, hanem az élet minden területén. Az úszás miatt elég sok dologról kellett lemondanom, sokkal kevesebb időm jut a családomra, az iskolára, de szerintem ez megéri, hiszen amikor ott állhatok, az országomat képviseltem, és megmutathatom, hogy mire vagyok képes, akkor az mindennél többet ér.